Pályaválasztási akcióterv, a szakképzésbe csábítják a fiatalokat. Pénteken és szombaton jelentősen nőtt az esetszám, nem okozott gondot a hidegfront. Színház a börtönfalak mögött, fogvatartottaknak játszottak a színészek Pécset. Először rendezték meg a Szamárfül Fesztivált a Zsolnai negyedben, a meleg ellenére óriási érdeklődés kísérte a rendezvénysorozatot. A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elkészült a Kamara 2012-13-as tanévre szóló pályaválasztási akcióterve. A projekt nyitó rendezvényét hétfőn tartotta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Baranya megyei kormányhivatal munkaügyi kirendeltsége a Hauni Hungária Kft.-ben céglátogatással egybekötve. A programban meghívták a megye általános iskolai vezetőit, akik munkaerőpiaci tájékoztatást kaptak. Fontos szerepet vállalnak a kereskedelmi és iparkamarák a jövőben a pályaorientációs irányításban, ugyanis a januárban megjelent szakképzési törvény rendelkezett a megyei fejlesztési és képzési bizottságok felállításáról, amelyet október 1-től a kamarák koordinálnak. A Hauni Hungária gépgyártó Kft.-ben hétfőn tartott pályaorientációs napon a megye általános iskolás igazgatójának mutatták meg, hogy milyen munkát végeztek eddig, azért, hogy a jövőben olyan szakmunkás végzettségű, dolgozni akaró fiatalok kerüljenek ki az iskolákból, akik kielégítik a gazdaság szakképzett munkaerő iránti igényét. A szakképzési törvény változásainak értelmében a jövőben a kamarák döntenek a hiány szakmákról és az ösztöndíjakról is. Itt is a minimálbér legalább 15%-át meg kell, hogy kapja a tanuló. Ez akár 30-40-50 ezer forint is lehet tanulónként, az a pénzösszeg, amiért megdolgozott, illetve amit iskolai ösztöndíjként kap. A Haunia megye legnagyobb foglalkoztatója. A cég vezetése rengeteg energiát fordít a szakember utánpótlás biztosítására. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy megmutathassuk az iskoláknak, az iskolák pályaválasztási mentorainak, hogy milyen manapság a 21. századbeli gépipari cég belülről. Nagyon sokakban, akik nem ismerik a fizikai szakmák mögött lévő környezetet, azt gondolják, hogy itt egy koszos munka, akik beolajozódik, nem jelent kihívást. Ezzel szemben majd szeretnék megmutatni a tanároknak, hogy milyen tiszta kultúrált körülmények között lehet dolgozni, és igenis szellemi kihívást jelent a feladat. A tájékoztatón kiderült, hogy jelenleg 26.700 regisztrált álláskereső van Baranyában, a fiatal pályakezdőknek pedig a 25% a munkanélküli. A kormány rajtuk akar segíteni az első munkahely garancia programjával. A munkahelyi központhoz a munkáltató, ha kérelmet nyújt be, akkor a pályakezdő foglalkoztatásának a támogatását kérheti, és ezen program keretében mi a 25 év alatti pályakezdő fiatalokat, diplomás esetében a 30 év alatti pályakezdő fiataloknak a bérét és a járulékait tudjuk 4 hónapon keresztül, szeptember 1-től december 31-ig 100%-ban finanszírozni. A programban való részvétel a cégeknél foglalkoztatás bővítéshez kötött. Befejeződött a leendő járási székhelyek hivatalainak felmérése. A Magyar Közlöny augusztus 13-án tette közzé a 2013. január 1-től működő járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét tartalmazó listát, mostanra pedig már az intézmények bejárása is lezajlott. Az államképviselői sorra látogattak el a leendő járásközpontokhoz. Komolon például azt vizsgálták, hogy adottak-e a technikai feltételek ahhoz, hogy az intézmény mind a helyi, mind pedig a járási feladatokat el tudja látni. Így megnézték a helyiségeket, a számítógépet, a bútorokat és az épület elrendezését is. Köztudott, hogy január 1-től az új járási hivataloknak helyet adó önkormányzati épületek az állam tulajdonába kerülnek. Azok a köztisztviselők, akik most az önkormányzatoknál dolgoznak és államigazgatási ügyekkel foglalkoznak, átkerülnek a járási hivatalokba. Itt működnek majd az okmányirodák és a szervezet szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálati kirendeltsége is. Hargita János kormány megbízott szerint nem lesznek elbocsátások, sokkal inkább az álláshelyek közötti mozgásokra lehet számítani. Egyelőre nem tudni, mi lesz a pécsi nyomornegyedek sorsa. A gettók felszámolása ugyanis nehezebb, mint azt korábban gondolták. Bár az önkormányzat tisztában van a hollétükkel, figyelni kell arra, hogy a felszámolás után mi lesz az ott lakókkal, hogy tudnak majd beilleszkedni az esetleges új lakókörnyezetükbe.
Mór Eszter a Pécsi Napilapnak úgy nyilatkozott, hogy tisztában vannak vele, hol vannak az úgymond gócpontok, leginkább a külső aknák területein, Győrtelepen, Istvánaknán, a városban pedig a Hősök terénél és a Garai, valamint a Felsővámház utcában vannak olyan ingatlanok, ahol be kell avatkozni. Mór Eszter szerint az úgynevezett nyomornegyedeken élők száma nagyjából 500 és 1000 főre tehetők. Az egyszerű átköltöztetés azonban nem oldja meg a problémát. A Népjóléti és Sportbizottság elnöke elmondta, már mindenki a gettók felszámolásáról beszél, ő járhatóbb útnak gondolja a felújítást. Győrtelepen például már el is kezdődött egy ilyen program, most pedig Istvánoknak kapcsán szeretne az önkormányzat a Start programon keresztül hasonló elképzelésre pályázati forrás nyerni. Pénteken és szombaton tetőzött a kánikula Baranyában, ez a mentősök riasztási számán is látszott, ugyanis napi 150 esethez vonultak ki, amely jelentősnek számít. A vasárnap annak ellenére, hogy Baranyát is elérte a hidegfront, nyugodtnak volt mondható. A vonulások esetében a napszaki eloszlás volt más, mint általában, ugyanis éjszaka sokkal többször riasztották őket, mint máskor egy átlagos hétvégi éjszakán. A hidegfront az általában az idegrendszeri megbetegedéseket hozza talán előtérbe, megindulhatnak a szülések, epilepsziás betegek lehetnek rosszul, de kiemelkedő esetünk ebben kapcsolatban nem volt a hétvégén. Egyszerűsítették az őstermelő igazolványok kiváltásának feltételeit, így a közel 340 ezer őstermelő könnyebben juthat hozzá a gazdálkodáshoz szükséges őstermelő igazolványhoz, tájékoztatott pénteki közleményében a Vidékfejlesztési Minisztérium. A változás következtében csökkent az ügyintézési idő, és az adminisztráció egyszerre 3 adóévre váltható ki, a őstermelő igazolvány és a 3 különböző adóévre szóló értékesítési betétlap. Jelentős változás továbbá, hogy csupán 3 évente kell új igazolványt kérnie annak, aki tovább folytatja az őstermelői tevékenységet, így az őstermelői adatbázis a korábbihoz képest gyakrabban frissül. Mint ismert, a gazdálkodó az őstermelői igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az ennek megfelelő adózásra. Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet kiváltani. A Turay Ida Színház Spirit Kamara Színházának színészei játszottak ma az elítélteknek a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetben. A társulat egy 14 állomásos börtönturnén vesz részt. Ennek keretében érkeztek Pécsre. Na, 1975-öt írunk. Anyám 42, Jancsi 22, én 13 éves vagyok. A Fiú a tükörből című előadást játsszák a Turay Ida Színház Spirit Kamara Színházának színművészei. A darab változatlan, csak a helyszín más. A közönség soraiban ugyanis elítéltek ülnek. A napunk szinte ugyanúgy telik, mint a többi. Reggel fölkelek, nem látok másnap zöldruhákat a folyosón. Néha-néha vannak foglalkozások, azok nagyon jók. Így más nincs. A társulat egy 14 állomásból álló börtönturnén vesz részt, ennek keretében érkeztek a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetbe, a darab a családon belüli erőszakot mutatja be. Úgy gondolom, hogy ha valaki csak egy picit elgondolkozik és azt mondja, hogy Atya Úristen, velem is hasonló dolgok történtek, akkor ez lehet, hogy nem teljesen normális. Lehet, hogy azért alakult így az életem, ha 100 emberből van egy vagy kettő, már akkor megérte a dolog. Pécset rendszeresen szerveznek ilyen és ehhez hasonló programokat a fogvatartottaknak, amiknek nagyon jó a fogadtatása a börtönben, főleg az előzetes letartóztatásban lévőknél, mondja a parancsnok, hisz ők a nap 24 órájából 23-at a zárkájukban töltenek. Minden ilyen programnak van egy alapcélja, mégpedig az, hogy próbáljunk változtatni a szemléleten, próbáljunk olyan ráhatást gyakorolni a fogvatartottakra, hogyha szabadulnak, akkor a civil életben is találják meg a megfelelő számításokat, és ne legyen belőlük állandó börtönlakó. A kicsit több mint egy órás előadáson fiatalkorú fogvatartottak és előzetes letartóztatásukat töltő elítéltek vettek részt. Átverte a rendőrséget egy 17 éves pécsi fiatal. A fiú azzal állított be a komlói rendőrkapitányságra szombat délelőtt, hogy a komlói buszvégállomás előtti parkban ült, a telefonjával játszott, amikor egy 5 fős csoport odament hozzá és a telefont követelte. Ő nem akarta odaadni, ezért megütötték, majd elvitték a mobilját. A rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, melynek során kiderült, hogy az egyik komlói nagyáruház telefonboltjában már megpróbálták értékesíteni a készüléket sikertelenül. A rendőrök előállították a férfit, aki elmondta, hogy a buszon találta a telefont, amit először tényleg Komlón, majd Pécset próbált meg eladni. Az új vallomás fényében ismét kikérdezték a bejelentéstevő fiatalt, aki ekkor beismerte, hogy csak kitalálta a sztorit. A telefon ugyanis az édesanyjai volt, és amikor rájött, hogy elvesztette, de hiába ment vissza a buszhoz, azon már nem találta, kétségbeesésében ez az ötlete támadt. A fiatal ellen a hatóság félrevezetése miatt eljárást kezdeményezett a rendőrség.
A férfi pedig, aki nem adta le a mobilt, szabálysértési eljárásra számíthat. Felsőfokú őrző-védő és biztonsági képzés indul a Pécsi Egyetemen, nagy érdeklődésre számítanak, mivel a piacon igény van a felkészült szakemberekre. A szakértők szerint megoldatlan ma az őrző-védő és biztonsági feladatokat ellátók, vagy éppen a felderítéssel foglalkozók felsőfokú képzése. Ezen szeretne változtatni a Pécsi Tudományegyetem azzal, hogy jogi szakoklevél megszerzését teszi lehetővé, közölte Fenyvesi Csaba, a büntető eljárás jogi tanszék docense. Az egyetemi munkatárs szerint a biztonsági területen dolgozók esetében jellemző, hogy olyan ismereteik hiányoznak, amelyeket pedig a munkájuk megkövetel. A Kossuth Rádiónak Fenyvesi Csaba úgy nyilatkozott, hogy miután a magánbiztonsági piac egyre nő, szükség van jól felkészült szakemberekre, így komoly érdeklődésre számítanak mind a közép, mind a felső vezetői körben, és a beosztott állományban is egyre nagyobb az érdeklődés. Először került megrendezésre a Zsolnai Kulturális Negyedben a Szamárfül Családi Fesztivál. A negyed minden területét kihasználva színvonalas programokkal várták a látogatókat. A Bobby Tabáb Színházban egymást követték az előadások, több helyütt kézműves foglalkozások voltak, kiállítások nyíltak, és még egy tűzoltóautót is kipróbálhattak a gyerekek. Abszolút, de hatásos eszközünk, ez pedig a Vitéz Lászlón és rajtam látható piros sipka. Tehát ha ezt valaki fölteszi, és előveszi az egészséges humorérzékét, akkor biztos, hogy az ördögöt nem találnak rajta semmiféle fogást. Úgyhogy egy pár darab sapkánk van, aki úgy érzi, hogy szüksége lenne rá, annak kölcsönbe! Így invitálták a gyerekeket a piros sipkával az Ördög ellen című kiállítás megnyitójára. A Bóbita Bábszínházban a Szamárfül Fesztiválhoz kapcsolódva tartottak évadnyitó napot. Ez először történt így, hiszen a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. A májusban megrendezett Zsolnai Fesztivál sikerein felbozdulva döntött úgy, hogy a nyár végén szervez egy fesztivált, mellyel a gyerekeket célozza meg. Én úgy gondolom, hogy ez a kétnapos fesztivál nagyon fontos lépés a Zsolnai Kulturális Negyed életében, hisz a következő generációk jelennek meg. És hogyha szülőkkel, nagyszülőkkel együtt jönnek, és látják, hogy ez a terület nem csak hát, emlékekben gazdag, és nem csak a kiállításoktól gazdag, és nem csak a természettől fogva gazdag, hanem egy ilyen tartalmat kapnak, akkor elvégezzük a dolgunkat, hisz a következő generációt kell ide szoktatni valamilyen módon a Zsolnai Kulturális Negyedben. A két nap alatt rengeteg izgalmas programon vehettek részt a gyerekek. A civil szervezeteknek köszönhetően voltak állatsimogatók, kézműves foglalkozások, de kipróbálhattak vasútmodelleket és megismerkedhettek egy igazi tűzoltóautóval belülről. Mindemellett voltak színházi előadások, kiállítások és még művészeti piac is. A szervezők minden esetben azt tartották szem előtt, hogy a fesztivált minőségi programokkal töltsék meg, hiszen akkor lehet csak jövője a rendezvénynek. A Szamárfül Fesztivált is úgy tervezzük, hogy ez egy első, amely nyilván benne van egy második, harmadik, de lehet, hogy egy évben több Szamárfül Fesztivált is csinálunk. Mi több, lehet, hogy elindítunk egy mozgalmat, egy Szamárfül mozgalmat pályázatokkal és interaktív gyerekfoglalkozásokkal. Meglátjuk, hogy hogy adja magát. Ez mind attól függ, hogy most ez a két nap ez milyen tapasztalatokkal jár. A nagy meleg ellenére a fesztiválra sokan kilátogattak, ami bizakodásra ad okot, és szép lassan a felnövekvő generációk által megtellik élettel a Zsolnai Kulturális Negyed. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Tetjén, a Tüke Borházban rendezik meg a kocintás napját szeptember 1-én. Tavaly Pécs lett a legkedveltebb borvidéki nagyváros, idén pedig címvédésre készül a megyeszékely Pécsváros napján. A legkedveltebb borvidéki településeké azok a borvidéki települések válhatnak, amelyeknél az adott település lélekszámát is figyelembe véve abszolút értékben és arányaiban a legtöbb borász és borkedvelő kocint a megjelölt időpontban. Pécset már most elkezdődött a toborzás, tavaly mintegy 200 ember gyűlt össze pohárral a kezében a Tetjén. A szervezők abban bíznak, hogy idén sikerül feljebb tornázni ezt a számot. 2 millió forint ennyi pénz kellett volna ahhoz, hogy a pécsváradi női labdarúgó csapat tudjon indulni az MB2-es bajnokság idei kiírásában. Bár az utolsó pillanatokig élt a remény, az összeget végül nem sikerült előteremteni. Egy évvel ezelőtt is nagy bajban volt a csapat, igaz, akkor még a pécsi MFC színeiben rúgták a bőrt a lányok. Akkor a bajnokság lezárultával tudták csak meg, hogy sajnos a klub tulajdonosa nem tudja tovább finanszírozni a csapatot. A Pécsváradi Sportegyesület nyújtott ekkor segítőkezet és befogadta az együttest. A vezetőség a nyári szünet alatt mindent megtett, hogy legyen pénz a folytatáshoz. Múlt pénteken azonban meg kellett hozni a fájó döntést, pénzhiány miatt nem tud nevezni a Pécsváradi SE. Én nagyon bízom benne, hogy fél éven belül ez a jobbik lehetőségünk az realizálódni fog. Azt szeretném én, hogy ha ez összejön, akkor téltől már
az a játékos kerete, akit én szeretnék kialakítani, azt hozzá kell tennem, mert teljesen új csapatot szeretnék építeni. Elkezdenénk az edzéseket, hogy hol, azt meg nem tudjuk, de mindenféleképpen el szeretnénk kezdeni az edzéseket, és ezekhez igazolva még egy 6-7 embert, amire megvan a reális esély, és megvolt most is a reális esély erre, hogy most tudunk igazolni 6-7 embert, egy teljesen új csapatot, ahogy mondtam, felépítenénk, és az első évben csak egy stabil csapatot szeretnénk az NB2-be, második évben viszont már egy olyan csapatot szeretnénk olyan háttérrel, olyan anyagi háttérrel, hogy az NB1-et meg tudjuk pályázni, sőt nem egy megpályázni, hanem az NB1-be egy stabil csapatot szeretnénk építeni. Az azt jelenti, hogy az első hatba kell végeznünk az NB1-be. Regionális híreink következnek. Nem vettek volna részt a marcali rendőrök egy tavaly novemberi kilakoltatásban. Jelenlétükkel megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogot, áll a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásában. A több gyermekes kilakoltatott asszony az eset óta többször is megkereste televíziónkat. Krisztina most azt mondja, az ügyben indított eljárások jó úton járnak, az asszony azt reméli, hogy idővel érvényt szerezhet az igazának. A volt egyházügyi államtitkár Szászfalvi László immár miniszteri biztosként ténykedik a jövőben. Fő célja, hogy a jelenleginél jóval rövidebb idő alatt jussanak hozzá a támogatáshoz az egyházi és más non-profit szervezetek. A politikus azt mondja, egyik szeme továbbra is Somogyra szegeződik. Hiányzott az objektivitás, vagyis mint érintett kapitányság a marcali rendőrök nem biztosíthatták volna a helyszínt, és nem voltak intézkedésre jogosultak a tavaly novemberi kilakoltatáskor. Az állásfoglalást a Független Rendészeti Panasztestület hozta. A határozatban az is szerepel, hogy a megállapítást tovább küldik az országos rendőrfőkapitánynak, mutatja Krisztina. Mint arról korábban már többször beszámoltunk, az asszony úgy véli, jogtalanul lakoltatták ki gyermekeivel együtt családi házából, az igazának pedig érvényt fog szerezni, mondta akkor Krisztina. Már a kilakoltatást megelőzően folyamatban voltak peres eljárások a végrehajtás megszüntetése miatt, ezek még ma is tartanak. Sőt, most már az ügyészség is nyomoz. A közelmúltban kihallgatták Krisztinát, és az ügy összes részletéről jegyzőkönyv készült. Nagyon korrekten jártak el az ügyészségtől, Marcaliban hallgattak meg, és én úgy gondolom, hogy nagyon alaposan feltártuk a helyzetet a papírok alapján. Az ügy súlyosságát fokozza, hogy vélhetően hamisított papírok alapján jegyezték be a földhivatalnál az árverési vevő tulajdonjogát. Erről februárban számolt be televíziónk, az asszony akkor kameránk elé tárta az eredeti és a végrehajtó által a földhivatalhoz beadott példányokat, amelyeken szemmel látható volt a különbség. Ettől függetlenül azonban a földhivatal nem fogadta el Krisztina fellebbezését, amiben az árverési vevő tulajdonjogának felfüggesztését kérte. A bírósághoz beadott bánásmód keresetben a csalás lehetőségét is vizsgálják. Előkérdésként kezeljük, illetve kértük, hogy előkérdésként kezeljék az okirat hamisítás lehetséges tényét, ezért a nyomozó ügyészségnek a jegyzőkönyve, illetve a megállapításai ez nagyon fontos dokumentumok lesznek. A nyomozás egyelőre még folyamatban van, ám Krisztina bizakodik. Bárkinek, akinek problémája van a rendőrséggel kapcsolatban, a konkrét egyedi jogsérelmével kapcsolatban tegye meg a feljelentést, vagy keressen meg egy jogsegélyirodát, ügyvédet, és a konkrét egyedi esetet vizsgáljuk ki, ne pedig általánosan bélyegezzünk meg egy igazságszolgáltatási vagy egy rendfenntartó szervet. Helytelen lenne ugyanis egy egész testületet általánosítani egy-egy konkrét eset kapcsán, mondja Dombrovszki Nóra. A Független Rendészeti Panasztestület egyébként szó szerint alapjogot súlyosan sértő intézkedést állapított meg az érintett marcali rendőrökkel kapcsolatban. Hiába ítélte jogellenesnek a bíróság a 62 évet meghaladó kaposvári bírónő felmentését, a kaposvári törvényszék nem helyezte őt vissza tisztségébe. Már somogyi bírák esetében is köztársasági elnök mentette fel őket a tisztség alól, így nekik kell visszahelyezni is őket hivatalukba, mondta a kérdésünkre a kaposvári törvényszék elnöke. Csütörtökön két somogyi bíró esetében is az a nem jogerős döntés született a zalaegerszegi munkaügyi bíróságon, hogy vissza kell helyezni őket hivatalukba. Az indokolásban elhangzott, az alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal szüntette meg a 62 évnél idősebb bírók nyugdíjazásáról szóló törvényt. Ezek a bírók, akikről szó van, egyébként még jelenleg dolgoznak, mert december 31-ével szűnne meg a szolgálati viszonyuk. Amennyiben ők visszahelyezésre kerülnek, akkor természetesen
maradnak és folytatják a munkájukat, de ez függvénye annak, hogy a további lépések miként alakulnak, hiszen a bírói tisztség alól a köztársasági elnök mentette fel őket, és nem a kaposvári törvényszék, tehát a köztársasági elnöknek kell ismételten kinevezni őket ahhoz, hogy valóban folytathassák a bírói tevékenységüket. Mivel jelenleg is fennáll a szolgálati viszonyuk az érintett bíráknak, így a helyüket nem is lehetett eddig betölteni, mondta a kaposvári törvényszék elnöke. A két bíró jelenleg is tárgyal ügyeket. Ha nem tudják ezeket befejezni és évvégén valóban távozniuk kell, akkor az eljárásrendnek megfelelően kell a döntést meghozni. Attól függ, hogy polgári vagy büntető ügyről van szó, büntető ügyet újra kell kezdeni. A polgári ügyben pedig ismertetni kell az addigi iratokat. Itt az érintett bírónök közül az egyik büntető, a másik polgári ügyszakos. Országszerte nagyrészt betöltöttek a bírói álláshelyek. Ha üresedés van, akkor pályáztatni kell, mondta Miért című műsorunkban Hajnal Éva. Ma hazánkban 30 éves kor alatt senkit nem nevezhetnek ki bíróvá. 20. alkalommal gyűltek össze a gyermekek és ifjúságírók Szekszárdon. A találkozót az I.S. Gyula megyei könyvtár szervezte. A tanácskozás témája idén a kortárs ifjúsági regények voltak, melyek fontos szerepet kell, hogy betöltsenek a fiatalok életében. A találkozón olyan neves személyek vettek részt, mint például Komáromi Gabriella, gyermekirodalom kutató, vagy Rigó Béla, íróköltő. Az I.S. Gyula megyei könyvtár egy évvel ezelőtt közel 50 millió forintot nyert egy uniós pályázaton, aminek záró rendezvénye volt az idei gyermek és ifjúsági írók tanácskozása. Ezt a rendezvényt 1971 óta két évente tartják a megyeszékhelyen. Annak idején a Tenkes kapitány írójának, Őrsi Ferencnek javaslatára indult. Minden alkalommal írók, költők, kritikusok, műfordítók, illusztrátorok jelennek meg, és ajánlásokat készítenek a kulturális kormányzat számára, amely meghatározza a gyermek és ifjúsági irodalom következő évi irányultságát. Ebben az évben a kortárs ifjúsági regény a téma, mert ebben a műfajban kevesebb alkotás születik, sok gyerekirodalom van, és egészen nagyoknak való, de a kiskamaszokat alig célozzák meg, persze nehéz is őket az olvasáshoz szoktatni. Németh Judit azt mondja, a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy a legkisebb gyerekek figyelmét interaktív módon lehet az olvasás felé terelni. Komáromi Gabriella gyermekirodalom kutató úgy látja, kortárs gyermekirodalom segíti a fiatalokat a klasszikusok megismeréséhez, tehát mindkettőre szükség van. Én a kortárs irodalom bűvöletében kezdtem a pályámat, és most azt mondom, hogy nagyon fontos lenne az egyensúly. Rettenetesen sokat veszít a világ, ha egy kamasz nem olvas el a világirodalom nagy regényeit, mert az kamaszkorunkban lehet elolvasni. A gyermek és ifjúsági írók találkozójának célja megegyezik a könyvtár projektjének fő céljával is, vagyis hogy a fiatal generációt sikerüljön felállítani a televízió képernyője elől és a könyvtárba csalni, hogy a megfelelő életkorban a hozzáillő könyvek segítségével értse meg a világot. Pakson a polgármesteri hivatal előtt családtagok, barátok, ismerősök várták a Londonból hazatért pannóniásokat. Treszül Gábor és Hunyadi Bence a 47 éves oldalkocsis Pannonia T5 gyártmányú motorkerékpáron utazta körbe Európát, a londoni olimpián pedig szurkolt az atomos dzsúdósoknak. Két hónap alatt 12 000 kilométert tettek meg, hatalmas kalandozások közepette. Hatalmas dudálás közepette motoros kísérettel érkezett meg Paksra a két hónapja június 23-án útnak indult Pannonia expedíció csapata. A városháza előtti téren nagy tömeg várta Treszli Gábort és Hunyadi Bencét, de ott voltak a londoni olimpia paksi résztvevői is, valamint az atomerőmű esze olimpiai bajnoka, aki ma már az atomerőmű kommunikációs igazgatója, és persze a város polgármestere is. Nem akármilyen teljesítmény előtt hajtunk fejet most. Európát átszelve, egy kis afrikai kitérővel megspékelve 12 000 kilométert tettek meg oldalkocsis pannóniájukon, hogy Londonban szurkoljanak Bor Barnának és Csoknyai Lászlónak. A két hónapos túra alatt átverekedték magukat az Alpokon, megküzdöttek a Gibraltárral és a Pireneusok hegyvonulatával. Számos kalandjuk megpróbáltatásuk volt. Nagyon meredek olasz hegyi úton,
meghibásodott a váltó, és hát sajnos nem tudtunk vele ott mit kezdeni. Utunkba kerültek magas hegyek, és azért nagyon megterheli ezt az öreg motort, pláne hogyha a kánikulában megyünk. Tehát akkor nagyon veszélyes. De a nagy műszaki tudással megáldott fiatalembereknek mindig sikerült úrrá lenniük a helyzeten. A 47 éves matuzsálemi járművel 14 országon robogtak át. Londonban az olimpián a paksi dzsúdosoknak, Borbarnának és Csoknyai Lászlónak is szurkolta. Egyszerűen jó volt ott ordibálni a Ria-Ria Hungáriát 1000 emberrel mellett. Az nagyon szuper volt. Én először voltam, de szerintem Rióval valahogy kijutok, de nem hiszem, hogy repülővel. Jövő hét hétfőn már elő fogja venni a térképet, hogy hogyan lehet eljutni Rióba, mondjuk Kamcsatkán keresztül. Treszlő Gábor Athén és Peking után Londont is meghódította Panniával. Rióval kapcsolatban ő már óvatosabban nyilatkozik, mint újdonsült társa és az olimpiai bajnok. Az legalább egy fél éves időtartam lenne, még az ember azt végigcsinálja egy öreg Pannoniával. Hát jelen pillanatban nem mernék túl nagy tétbe fogadni, hogy én ott részt veszek az öreg motorommal, illetve motorunkkal. Rögtön jön az időjárás, előtt azonban lássuk a nap legfontosabb híreit még egyszer röviden. Pályaválasztási akcióterv. A szakképzésbe csábítják a fiatalokat. Pénteken és szombaton jelentősen nőtt az esetszám, nem okozott gondot a hidegfront. Színház a börtönfalak mögött. Fogvatartottaknak játszottak a színészek Pécset. Először rendezték meg a Szamárfül Fesztivált a Zsolnai negyedben, a meleg ellenére óriási érdeklődés kísérte a rendezvénysorozatot. Kettő csütörtökig friss reggelekre számíthatunk, napközben egyre magasabbra szökő csúcsértékekkel. Átmenetileg visszatérhet a 30 fok körüli meleg, csapadék azonban nem alakul ki. Kedden reggel 11-13, délután 24-26 fokot mérhetünk. Ez volt a Híradó hétfőn este, friss hírekkel, kedden a szokott időben várjuk Önöket. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra!